Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain tudásforrás, és ismételten egy különleges műsorral készültem. Ezúttal kicsit Dubajba látogatunk el, és megnézzük, hogy ott hogy is néz ki az élet, akár picit kriptos szemmel is. Ebben pedig mindenképpen segítségemre lesz Jurecska Zoltán, aki a concordproperty.com-nak az ingatlan befektetési tanácsadója. Zoltán, szia, köszöntelek! Szia, üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves nézőket! Uh, nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek veled, és uh, hogy kicsit beszéltek a cégünkről, magamról, a kriptóról, Dubajról, az élettel való kapcsolat, az élettel való tapasztalatokról. Uh, igen, egyébként ő azért is van, hogy, hogy, hogy néha azért nehéz megtalálni a szavakat, hiszen te már hosszú ideje kint élsz, külföldön is összességében, de már négy éve Dubajban, de akkor azt mondom, hogy bedobom a szignált, és akkor bele is vágunk a beszélgetésbe. Igen, csak sok mindenről szeretnék a mai adásban, műsorban szótejteni, ami ugye Dubajjal és kriptóval, de egyébként a Dubai élettel is kapcsolatos, mert Annyi sok tévhit van, tehát innen nézzük azt a gyönyörű luxust, ami ott kialakult, tényleg mondhatjuk szinte az elmúlt években, ha úgy vesszük, hiszen tényleg a, a semmiből nőtte ki magát, de azért az, az ember, aki ott van, az ember, aki ott minden nap ugye ott ténykedik, éli az életét, azért lehet, hogy kicsit más szemmel látja, és ebben például Zoltán tökéletes lesz, hogy tud nekünk ebben segíteni de egy pár szót először magadról, hogy egyáltalán te hogyan kerültél az ingatlanhoz, és hogyan kerültél ki Dubájba, hogy már ott dolgozol négy éve? Köszönöm, tehát ö, először én ö, Spanyolországban, tehát dél, dél Spanyolországban éltem, az utóbbi tíz éven, ugye Gibra a Gibraltar környékén, mm. és ott ö, a 2015-től 2018-ig Airbnb-vel foglalkoztam, tehát ingatlan rövidtávú kiadásán, és az egyik befektető, az egyik ingatlan tulajdonos Dubájban is érdekelt volt, és ugye 2017-ben megházasodtam, és akkor jött egy olyan ötlet a Brexit hatására is, ugye, ami negatívan, negatív hatást gyakorolt Gibraltára. Tehát ezek a, ezek a, dolgok miatt ugye gondolkodtunk egy új, egy új országban, egy új adventureben, hogy mm hol, -hmm. hová menjünk, és akkor ennek az ismerősünknek a hatására egy Dubájra terelődött a gondolat, és ez 2018-ban materializálódott is, tehát 2018. június óta mi Dubajban élünk szerűen, és azóta ott dolgozom az ingatlan piacon, tehát ingatlan kiadásokkal, eladásokkal, befektetési tanácsadókkal, tanácsadásokkal foglalkozom. Hm. Tehát ez a... a ez nap mint a a nap, 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 nap ezzel... És én maga a céget, itt megosztom egyébként az oldalt, hogy lássátok, tehát itt van a, a cégnek a honlapja, itt dolgozott ez a Concord Property.com. Mi a főprofil itt a cégnél? A fő profil, tehát a Concord Property az végülis egy umbrella, egy ernyő cég Aha. alá tartozik, tehát ugye van a Concord Alliances. Azon belül ugye van, ami kripto, kiberbiztonsággal foglalkozó részünk, van utazási iroda, van rendezvényszervezés, és ugye van a mi ingatlan, ingatlan cégünk ezen a, ezen a cég belül. Mm -hmm. Tehát mi ugye ingatlan kiadás, ingatlan eladás, ingatlan menedzselés, tehát hogyha valaki ugye legtöbb befektető külföldön él, szerűen, akkor ugye nekik menedzseljük az ingatlanjaikat, karbantartás és minden, ami ezzel jár. Szuper. Tehát így végül is teljesen le, lefogjuk azt a, azt a szeg az aspektusát az akkor üzletnek. ez, egy, ez abszolút egy, 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 nagyobb cégnek mondható egyébként. Ha igen, tehát veszik, a, 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 tulajdonos, miért? igen, tehát a tulajdonos, amúgy a Abdurakman falakna az a neve, ő, a chairman, hmm. tehát ő egy idősebb úriember, helyi, tehát ő emirátusi úriember, és euh, tehát az ő portfóliójában euh, például ott van a Sport City, Dubajban ez egy városrész, hm. ami lakóingatlanokkal, euh, ugye lakóingatlanok is vannak, de sok euh, euh, úgy úgymond ilyen sports, st a is sport, is vannak, ö, csarnokok, de sportcsarnokok vannak, kriket és a többi. Tehát ő, ő ebben a városrészben úgymond partner. Tehát három úriembernek a tulajdonában van ez a nagy városrész, és akkor ő az egyik. De például vannak XR üzletei, és a, a például az üzletünk, tehát a mi cégünk, ahol uh, ugye van a központunk, uh -huh. az a Jumeirah plázában van. Ha uh, valaki jár Dubájban, akkor a, a Lamer, tehát a Lamer strand közelében van, ott van egy ilyen nagy út, az a Jumeirah Road, és akkor a Lamer stranddal szemben vagyunk mi egy plázában. És az, a pláza is például az övé. a V. Ami tehát, a praktikus, ő... hogy meg. Igen, tehát ott vagyunk az első emeleten, és akkor így Aha. Házon Jó, belőle, Ez azért is fontos, mert azért nagyon nem mindegy, hogyha ha bármilyen cégről beszélünk, ugye itt, hogy később nálatok ugye lehet, ugye akár, ha valaki ingatlan szeretne vásárolni, vagy egyéb befektetésekkel, azért nagyon nem mindegy, hogy ki van a, a cég Cémet, igen, Tehát, igen. Kicsit beszéljünk erről, a, 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 hogy fölvezessük ezt az egészet dubai feelingről. Te hogyan éled meg őszintén, ezt az egész Dubai, Dubai, kintlétet. Mik az előnyei, amik tetszenek, és mi az, azt mondod, hogy na jó, hát lehet, hogy ez reklámban tök jól néz ki, de, de ott élve az, az azért az kicsit más. Jó, tehát euh, ami jó, tehát hm, ugye nagyon, nagyon a, so, kezünk a jóval, <laughs> tehát nagyon sok különböző nemzetiség van, tehát ez egy óvasztó tégei, tehát hiába vagyok én külföldi, vagy Európából jövő, tehát például nincs olyan negatív megkülönböztetés, amit mondjuk Nyugat-Európában látnál, te, hogy te Kelet-Európának mondják, uh -huh. Közép-Európában jöttél, és hogy ez nekik valamilyen szinten ugye negatív megkülönböztetéssel járhat. Tehát Dubajban, aki európai, az például fehér ember, az, tehát az mind, mind egy kalap alá van véve, tehát nincs kelet, nyugat, ez például az egyik dolog, de az, hogy ugye nagyon sok különböző nemzetiség van, tehát nem érzed magad úgy, hogy te most a külföldi vagy, mivel több mint 80% -a az ott élő embereknek külföldi. Hmm. Tehát nem ott született, nem is fog állampolgárságot kapni, mert azt ugye nem osztogatják, és ö, tehát ugye így, így ezáltal beleolvadsz, és így nem érzem magad. Úgy, igazából a, a többség, a külföldi, kezdve a, többség a Így van, te a többséghez tartozol, nem a, nem a kisebbséget képviseled. Tehát ez például, ez szerintem egy pozitív dolog, és pont ezért, próbálják ezt a többséget úgymond komfortálni. Tehát, Aha. hogy, hogy érez jól magad, legyél ott, mert neki kell, ugye most már 18 óta befezették az 5% áfát, uh -huh. tehát neki kell azért, hogy legyenek ott emberek, akik úgymond fogyasztanak és élénkítik a gazdaságot. tehát ez, És így ez, ebből kifolyólag nagyon sok mindent, ugye azt hiszed, hogy ez egy nem egy úgymond szigorúan muzlim állam, tehát uh -huh évek, Tehát az évek alatt is, tehát legutóbbi is, tehát folyamatosan vezetnek be olyan dolgokat, amik úgy kicsit olyan engedmények a szigorú ö, muzlim vallástól eltérő. Tehát már azt nézett, Szaudi-Arábia is már például, ők még csak ott tartanak, olyan nőknek megengedték, hogy vezessenek, uh -huh. azért Dubája ez sokkal előrébb jár. Tehát, ö, nyugod, tehát nem érzed azt, hogy te egy ö, olyan. Tehát vannak olyan városrészek, vagy vannak olyan dolgok, amit tiszteletbe kell tartani, de a plázában is látsz miniszoknyás lányokat. Tehát ne, nem érzed úgy, hogy mindenki be van burkolva vagy hát. csadorban, és nincs egy olyan, olyan érzés egy, hogy te hova kerültem. Tehát, te kicsit azért mondhatjuk, hogy európai asodott. Nagyon, vagy tehát mind. nagyon nyugati Tehát nagyon, ugye ez, ezt, látják, tehát látják, hogy ez nekik érdekük, és ez, ezért próbálnak minél jobban úgymond nyugati Tehát ez egy pozitív dolog. A másik pozitív dolog talán ugye az időjárás az év nagy részében. Hü -hü. Az év három hónapjában azt mondom, hogy aki megteti, ugye az szeretne távol lenni Dubájtól, tehát ez a nyári hónapokra ugye csak az maradott, akinek muszáj ott maradni a munka miatt, Aha. vagy, vagy nem, nem engedheti meg, vagy nem tud eljönni. Amúgy az év többi részében nagyon kellemes az idő. Az, az azt jelenti, hogy nyáron effektíve akkora hőség van, ha jól értem, Igen. hogy az úgy, úgy, tehát nem komfortos. Nem, tehát ö, autóba be, a lakásból plázába kint, tehát úgy, úgy, nagyon a szabad ég alatt. Tehát klímaberendezésben élsz. Igen, uh, klímaberendezésben, igen. Tehát, uh, <laughs> ilyen. tehát ne nem tudsz egy jó mély venni kint, mert nem nem nem. nem mert is leégeti is a tüdődet. Igen, leforrázza a tüdődet. <laughs> a tüdődet. Körülbelül. Szóval igazából a, a, azt mondanád, hogy gondolom a, a, május és a szeptember az, az átmeneti hónap, amikor Igen. éppen a, a, nyárból kifelé vagy éppen befelé mész, de mondjuk egy teljesen élhető, mondjuk egy októbertől április végéig. Igen, teljesen. Aha. Tudsz, szóval, Igen. tudsz így van, tehát hogy ez igazából januárban is ugyanúgy tudsz strand. Igen? Hát a hűvösebb a víz azért. A az hűvösebb, akkor a víz az akkor hűvösebb. De ha bírod lehet tudsz menni. De te. ha olyan vagy mi sirilla, hogy itt a jégkockák között, unán, akkor, akkor az már abszolút nem fog megkotyanni. É, jó, és egyébként, tehát akkor ami egy negatív, mondjuk a nyári, nyári időjárás. Mi az érzeted ezzel a kicsit műanyag érzéssel? Kint? Ez ott van, tehát én azért szeretek természetet járni itthon, teh tehát ott nincsen zöld terület. Nincs, Már Az a zöld, amit locsolnak. Tehát ha, ha, nem locsolják, ha nem gondozzák ugye vízzel, amit ugye a tengerből nyernek ki, tehát ilyen oszlopos rendszerrel leszűrik a, 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 a víze, tehát elválasztják a sót a víztől, és, és ezzel locsolnak, ez jön a csapból is. Tehát ugye, hozzá tehet, hogy érdemes nem csak inni. Tehát nem jó. A nem, nem iható, de nem, nem lesz bajod, de ugye nem hosszú távon nem egészséges Akkor szerintem. Jel. Tehát ugye mindent locsolnak, és ugye amit így, amit így gondoznak, az szép és zöld, de a, onnantól kezdve, hogy valamilyen részen ugye nincs locsó, az kiszáradt, tehát utoljára. Érdekes, mondjuk nyáron most volt egy, egy napos eső, nem is értettem, hogy hogy lehetett. Előtte, <laughs> előtte Szilveszterkor esett az eső, előtte wow. pedig az 10, 2011, vagy 2021 márciusában. Hát tehát konkrétan megjegyzitek a napot a évben, tudod, szert... ez tehát... <laughs> az az egy nap. <laughs> tehát akkor volt egy hét, 2021 márciusában volt egy esős hét, akkor minden elázott, nincsenek felkészülve az esőre. Tehát ugye úgy építették azzal a, a beállítással, hogy nem fog esni, uh -huh. és hogyha esik, Utakon minden, a, a, áll a víz. A víz tehát ne... Mert úgy gondolom nincsen csatorna rendszer, ami Nem -e bírja el, el, vagy eldugul a, a homoktól, aha. vagy valamilyen oknál oh. fogva, amit nem tudok elmondani nektek most, de jó. beáll a víz. És nagyon óvatosan kell menni, tehát esik az eső, akkor én próbálok, tehát mindenki óvatosan kell vezetni, mert bárhol egy tóba ütközhet az úton, tehát Vá. itt a, értem. <laughs> és a mennyire van kint vetítés? Mert ha innen megnézed, minden úgy néz ki, hogy ott, ott szuper luxus és, és csiri de én kötve hiszem, hogy mindenki mögött tényleg az van, ami, ami amit ott, ott, ott mutat. Abszolút vetítés megy, tehát ugye ez ennek talán a, ugye a, a social média is, tehát ugye ezek is, tehát ott mindenki ugye azt mutatja, hogy milliomos, és, hmm. és az élete boldog, és, és ugye Dubajban meg ugye elég nagy a konkurencia, mert sok gazdag ember van, tényleg gazdag ember, és ugye mindenki szeretne, azon a szinten mozogni, uh -huh. vagy azt a szintet mutatni legalább, amit mutatni. És ugye ez ebből kifolyólag mindenki hit, tehát ugye a és természetesen ugye a bankok nagyon szívesen annak neked hitelt, csak uh, fiz, tudjad fizetni, mert ha, 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 ugye nem fog menni a fizetés, akkor uh, és a késedelem van, akkor ugye ennek komoly következménye lehetnek, mint például ah. nem, engednek, nem engedik, hogy elutaz az országból. Tehát ah. ezért ezzel csinyán kell bánni. De nagyon sok ember ugye szép autóval jár, de, de aztán hitelből meg, megy tankolni Én is kell. Nem elhagyni az országot. Konkrétan. Igen, tehát tegyük fel, hogyha erre majd, tehát ugye a bank csek, csekkkel való fizetés az no. nagyon bevett dolog ott Dubajban, és pont ezért kell ennek valamilyen szigorítás, mert a csekre, ugye többfajta csek létezik, de a személyes csekre te bármilyen számot ráírhatsz. Uh -huh. Ha az most ilyen ferezetlen, ferezetlen cseket ö, írsz, akkor ennek súlyos következményei lehetnek, tehát ugye bíróságra vihetnek. Most már amúgy évele óta ez most már nem büntény, mert előtte büntény volt. Okay. Még most is büntény, ha be tudják bizonyítani, hogy szándékosan, tehát tegyük fel, volt a számládon pénz, de te, mm. mielőtt a csekk ugye, érvényesség, mondjuk holnaptól érvényes, te gyorsan előtte való nap leveszed a pénzedet, ez már szándékos, ez már bűncselekmény. De ha nem bűncselekmény, akkor is bírósági ügyet lehet belőle indítani, és elvehetik. de nem veszik az útlevelet, de nem engedik, hogy elhagyja az országot, amik nem fizetett. Tehát, uh -huh. Azért Jó, nem érdemes el. vele játszani, komolyan kell venni, de a tartozást Dubájban nagyon. De attól függetlenül nagyon sokan próbálják azt mutatni, ami ami nincs, mert ugye ez a standard Dubájban, hogy mindenki gazdag, boldog. mindenki tele van, mindenki boldog, mindenki minden este étteremben pesgőzik. Ez azért nem úgy van, tehát. És hogyha tényleg megnézed a, a, a Dubajnak ott, a, ott élőknek a társadalmát, ez amit ugye itt a felszínen látunk, de van ott egyébként is olyan rész, szegény rész. Hogyne, tehát abszolút... ö, tehát ezért nagyon sok emberre beszéltem, tehát ha? például vegyük azt a munkám során mondjuk hmm. biztonsági örökkel, mert ugye, tehát Dubajban a biztonság elég nagy, erre még rátérhetünk, hmm mindenhol van biztonsági őr. És ugye azért szóba legyenek velük, és tehát főleg ugye afrikai, indiai, tehát ilyen országokból származó alkalmazottak vannak, és fizetésük ilyen eléggé dubai viszonylatban mondjuk, tehát 1000-1200 dirhamot kapnak, amit hogyha most Mondjuk. Most azt mondja, hogy 116 dollár, most egyébként pont itt megnéztem, hogy a, a fölkészültek legyünk itt a beszélgetésre, tehát itt van, hogy 116 forintba kerül egy Igen. Most. Tudom, én mindig, százal számolok, számolóként egyszerű. mindig ugye egyszerűbb, Jobb. hanem olyan fontos az, az, a, a szám, az adat. Tehát kapnak egy 120 ezer forintos fizetést, kapnak hm. egy szállást, ami például biztos, hogy mondjuk hárman alszanak egy szobába, és valamilyen ellátást és akkor végül is így kell és dolgoznak, hát nem ha egy szabad napot kapnak, de szerintem havonta kapnak egy-kettőt. Ah. Tehát azért. Ö... Szóval mondhatjuk, hogy Magyarországon egy biztonsági őr jobban keres. Jobban keres abszolút, mint, 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 mint Dubajban. Biztosan. És ez így ámblok mondható a fizikai munkásokra. Igen, és egyébként, tehát, e... tehát a fizikai munkát végez. Igen, kint? tehát min, aki fizikai munkát végez, az nem keres jól. <coughs> Bocsánat, Csak, nyugodtan így egy kortyot ez nagyon érdekes, hogy ha, ha, ha belegondolunk, ugye Magyarországon kezd itt átfordulni a helyzet, hogy lassan már mindenkinek van egy csomó, mert van egyetemi diplomája, és nem keres jól, viszont aki megmondjuk mondjuk éppenséggel, nem tudom én, villanyszerelő, vagy nem tudom, bármi ilyesmi végez, azoknak kezd egész jól menni Igen. Magyarországon. Ezt a tendenciát észrevettem én is amúgy, tehát 2008 óta, mióta Aha. elmentem Magyarországról, tehát észrevettem, hogy megbecsülik a kétkezű munkást, ami szerintem teljesen korrekt. Viszont ez Dubajban nincs, nincs meg jó tudni, mert ugye nagyon sok az indiai, pakisztáni, filipinó munk vendégmunkás, mm -hmm. és ugye tehát nagyon tömegű emberről beszélünk. Ugye az ő országukban nagyon alacsony a, a kereset, tehát viszonylag nagyon alacsony bérértők elmennek dolgozni, és ez leszorítja az árakat. Aha, tehát tehát például, ők nyomják el kicsit, mondhatni így. Igen, tehát ez így az ára le van nyomva, tehát a hegesztők, bár, tehát bármilyen munkát, ami, ami kétkezi munkát, ha végzel, ez, ezt nem fizetik jól meg. Sajnos. Tehát viszont az ilyen orvosi, tehát bármilyen, amilyen intellektuális munka, vagy ilyen white collar, az a kapcsolatos, ugye azt elég jól megfizetik, tehát amúgy is az európaiakat, tehát valamilyen szinten van egy ilyen diszkrimináció, ami pozitív, tehát ugye azért azt. De európai nem is látsz nagyon recepciósként leülni, vagy biztos, te nem látsz, mert az nem egy Otthon a... marad. Igen, az, ami nálunk szokott lenni, hogyha mondjuk innen, akár Magyarországról, vagy Lengyelországból mennek, mondjuk Londonba, ott első körben megtaláld őket a bárokban, ilyen dolgozik, és jobban keresnek, mint mondjuk itthon Magyarországon tennék, bár drágább természetesen az, az, élet, az élet is. Itt viszont ide senki nem megy ki, úgymond, hogy meggazdagodj, hogy jöjjön be. Hát, talán talán a ja, a vendéglátásban azért látsz, tehát például olyan séfek, tehát, a, tehát azért vannak olyan pozíciók, az az, pozíció van. tehát mondjuk étterem étteremmenedzsert láthatsz mondjuk európait, mert ugye azt, azt azért rendesen megfizetik, de mondjuk egy mosogatót vagy egy kisegítőt, tehát az ilyenekre gondolva őket nem fizetik meg, tehát nem is érdemes ilyenben gondolkodni. Ilyen hogy embernek, jó, fel. ez is szerintem egy fontos szempont, hogy na, valaki négy ne induljon neki Dubajnak. És ö, mit mondunk egyébként ott, ott az átlagkeresetre? Arra vannak Igen, tehát átlag keresel, tudunk? tehát egy, 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 egy tehát 4 azért, tehát 4 forint értékű fizetés haza lehet vinni. Szerintem a legtöbb ember ennél többre gondoltak, ki, amikor a Dubai a... és a luxus, és akkor egy a mert... végzettség az Aha. embernek, tehát azért Jó, így, egy átlagot mondtunk. Tehát ez egy ez átlagot a... mondtam, tehát egy, egy, egy orv... persze egy orvos. Jó, az... más. De egy átlag fizetés, egy ilyen... tegyük fel, ha mondjuk valaki elmegy egy egy konzultáló céghez, ahol ugye kell egy, tehát valami megjelenés, hmm. meg a nyelvtudás, tehát 8000 dirham, 9000 dirham, ott húznám meg a 800 maximumot. 9000 forintot, Igen, ott húznám meg a, a maximumot, ott ott igen. A keres. Ott. Viszont ez tiszta, tisztán ennyi? Igen, tehát ez tiszta. Tehát ugye a hátrány, hogy Dubajban nem fogok nyugdíjt kapni, Uh -huh. viszont nem fizetek adót. Itt most adót. szerintem, tehát uh, lehet. <laughs> majd. Lehet. De, de nem, nem, nem kapok nyugdíjat ott uh -huh. kint, és nem nem fizetek ilyen nyugdíjjáróléket, de adót sem, tehát a fizetésemből a mai napon, tehát uh, nem fizetek adót. Oké, okay, tehát ami a fizetésed, az száz, ugyanis ők, Divaj nem abból él, hogy Igen, és TB-t sem fizetek, tehát a, a munkáltató ad egy alap egy alap, uh, egy ilyen Egész, aha. egészségügyi biztosítást, amiben ugye különböző, tehát Rengeteg kórház van, tehát annyi kórházban, tehát nem úgy van, mint itt van Magyarországon, próbáltam fogoróshoz menni novemberben, bocsánat, hogy ezt most így belemondom, nem, most. hát ott bármelyik fogoros van, gyere holnap, Leg ha. legkésőbb gyere holnap, valamikor adnak időpontot. Tehát ugye nagy a választék mindenféle téren, ami szerintem jó, é és. Ö... És jók is, tehát az egészségügyész. Meg kell nézni, melyik kórházon mész ha. azért, de ja, minél jobban a vagy Ezek magánkórházak. Ma, minden magánkórház, van van helyi kórház is, oda is mehetsz, de végül is mindenképpen kell, hogy legyen egy ilyen magánbiztosításod, ami oda szól. És ugye különböző mértékben vagy biztosítva, tehát életveszélyes, tehát sérülés esetén mindenhol ellátnak. Aha. De például érdekes az, hogy mentőben is van külön férfi mentő, meg női mentő. Kérlek? Igen, ja, persze itt az arab országokban. Igen, a szinten, tehát igen. A, azt is meg kell mondani, hogy kinek hívod a mentőt, tehát vagy, férfi vagy nő. Mert e... női mentő? Igen, tehát ilyenek is vannak. Ha? De amúgy tehát jó az ellátás, és nem fizetek adott, tehát tisztán ja. jön, a, ami, ami jön, csak gondolni kell a jövőre is. Gondolni kell a jövőre, tehát félretenni, befektetni. Mindegy, aki szóval mit, csináld, ki az mit csinál az De gondoljon a jövőre, még hát, Igen. Evezünk egy picit ö, kriptós fizekre. E, miért preferálják egyébként ö, a kriptósok Egyről van Dubajt? A Binance-nek is volt az első ilyen Binance Blockchain week ami most Párizsban volt, először Dubajban rendezték meg. Lehet látni rengeteg kriptós influencer, youtuber e, Dubajba költözik ki, és ott éli a, a mindennapjait. Igen, hát ö, preferálják, tehát nem csak a kriptósok, tehát azt tudom mondani, hogy a Fortune 2000 cég a világon, tehát a legsikeresebb leg cégeknek a 80 a ami a közel-keleten van, az Dubajban képviselteti magát azért. Aha. Tehát ott van, vannak, ugye ugye headquarterjék, és ugye ebbe a Binance, a Kraken, meg tehát elég sok cég ugye ott van, a, ott van ugye a helyileg. Igen, tehát ez egy, egy szállás. És talán azért, mert ugye a vezetős, tehát ugye a a struktúrája, az állami struktúrája ennek az országnak azért olyan, hogy amilyen, ha egy döntést hoznak fönt, az elég hamar érvényesül, tehát elég hamar materializálódik. És ugye a, a vezetés az pedig úgy áll ehhez a kriptóhoz, hogy ugye, tehát minden, ők nagyon szeretik az újításukat, hmm. nagyon, ó, nagyon nyitottak mindenféle újításra, ami úgymond a fejlődést segíti, és ugye a kriptóra úgy tekintenek, mint a, a fejlődést segítő eszköz, uh -huh. és ezért ö, nagyon, nagyon úgymond támogatják, amennyire a Central Bank ugye megengedi. Tehát ö, adnak ilyen licenszeket, létrehoztak ilyen free zóná, szabad zónákat, ahol tehát, nyú, tudsz nyitni ilyen kriptó cégeket, tehát ö, talán, ö, tehát ha egy világviszonylatban vesszük, akkor Dubája, Amerika, ö, Svájc, ne. Hongkong után a negyedik helyen van, a, azon a hogy mennyire hogy kriptobarát, hogy mennyi, Igen, mennyi... mennyire kriptobarát, tehát ha rangsoroljuk az országokat, akkor világszinten a negyedik helyen van az, hogy mennyire kriptobarát, mennyire nyitottak és mennyire elfogadják ezt a fizetési eszközt ö, az országban. Tehát jó helyen áll. Am, tehát egyrészt ezért vonja, vonza. Bocsánat, egyrészt ezért vonza ugye ezeket a vloggereket. Másrészt ugye nem fizetnek adót, tehát tehát ugye Ez az enyém, hogy általánosítok most, de akkor életvitelszerűen te, hogyha a szerűen, az azt jelenti, hogy az év 184 napját legalább akkor ott töltöd, már pedig ők azért ott élnek, akkor innentől kezdve viszont nem kell adót fizetni a kriptó bevételeik után. Igen, tehát bármilyen bevétel után, bármilyen bevétel, bármilyen nem bevétel után nem fizetsz adót végül is uh, itt ebben az országban. Tehát, hogyha a traders tehát ugye vannak, ugye tehát nagyon sok ember szerintem bármilyen téren nem csak kriptotéren, de hogyha úgymond otthonról tud dolgozni, és jó bevétele van, akkor megírja gondolkodni azon, hogy, egy, hogy esetleg Dubájban adó rezidens. Leszüden... Igen. A, ne a nyarat, de hogy azt Ne a, nyarat, de ha, 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 kibírja, akkor, akkor szerintem megéri, megéri, ott, ott tartózkodni. Aha, tehát ez mindenképpen egy... Oké, okay, tehát az egyik. és viszont maga az, hogy kriptóval vásárolgatok, bármilyen most hozunk példákat, mi az, amit úgy úgymond úgy könnyebben veszel kriptóval? Mert ez is kiderült a veled való beszélgetése, amit elején itt beszélgetünk, még miért beleváltunk az interjúba, hogy azért nem teljesen úgy van minden, hogy itt a kriptón tessék. Így ja. van, tehát ö, ugye tehát ban a bankok ugye azért próbálják, ö, tehát nem olyan barátságosak a, a kriptovalutával szemben, mm -hmm. tehát tegyük fel ilyen nagyobb cégeknél. Tehát tudsz például autót vásárolni, mm -hmm. De mondjuk nem úgy, hogy bemegyek a Mercedesbe és e nem márka kereskedőtől. I igen, nem márka kereskedőtől, tehát ha van olyan kereskedő, ami új autót fog eladni neked, Aha. De, de nem a márka kereskedő, és ő azt mondja, hogy ő személyesen, mint a cég tulajdonosa, ő el fogja fogadni, hogy te átküldöd az ő pénztárcájára, a te pénztárcádról az összeget, és úgy megbízható, uh -huh. tehát te bízol benne, igen. akkor tudsz így például gépjárművet venni. Vagy órát, vagy ilyesmi. Vagy órát, tehát igen. mindenféle luxus ciket. Tehát uh -huh. azért így luxus ciket tudsz vásárolni, ebbe beleértve az ingatlant is. Tehát tudsz úgy ingatlant venni, hogy kriptovalutát használsz, de valamilyen úgymond Közvetítő. közvetítőn keresztül kell ezt létrehozni, mert tehát ez még nincs úgy kiforva. Tehát Jó, ugye tehát az... ez nagyon fontos ezt tisztázni, hogy ha már nagy cégekről beszélünk, mondjuk egy, egy projektből akarsz te vásárolni egy ingatlan, Igen. az nem ugyanaz, mint a car dealerhez oda mész, aki maga azt mondja, hogy oké, okay, elfogadhatod. Itt be kell építeni, mondjuk ugye a kriptóban az egyik nagy bónusz, ugye, hogy elvileg, csak gyakorlatilag is van ez a peer-to-peer, -peer, tehát hogy felhasználó és felhasználó között az utalás, de nem minden téren tart itt Dubaj, tehát például az ingatlan esetében. Igen, tehát az ingatlanok esetében például, például nem, tehát ott mindenki van egy köztes harmadik cég, ami, ami így átfutatja ezt a, ezt a transzakciót. tehát De gyakorlatilag lehetséges, tehát gyakorlatilag ez lehetséges. Mondjuk például volt egy olyan kliensünk, ezt most így érdekességként mm -hmm. mondom, hogy ő, ő, horvát úr, egy horvát származás úriember, és az volt az ötlete, hogy ő vesz nagyon sok ingatlant, és ezeket az ingatlanokat tokenizálja, Aha. és uh, nyit egy céget, és akkor ugye az a cég, tehát ugye birtokolja az ingatlanokat, ők állítják ki a tokeneket, és akkor ezáltal ugye ezek az ingatlanok rövid távon ki lesznek adva, tehát ugye majd beszélünk arról, hogy rövid távon milyen hozamot, elég hmm. jó hozamot hoznak, és ezáltal aki vesz ilyen tokent, az jogosult a bevételre, ugye nem tudom, hogy. Tehát ez még például elég egy bonyolult ötlet, ami még nincs kivitelezve. Tehát például ilyen tehát Dubája erre nyitott, de. De még folyamatában tehát van. Ugye, a dolog. Ez még ez, még ez azért... már nagy dolog, hogy, hogy nyitott rá. Igen, tehát, nagyon mert, nyitott. Hogy haladtok nagyon. is ebbe az irányba, viszont azért még nem ott tart, mint sokan gondolnák, hogy Igen, akkor tehát... akkor ez minden már Kánán, ha már kriptó. Még nem. Még nem. É, maga egyébként nagyon érdekes, ha már ingatlanról beszélünk hogy beszélj kicsit erről a blokklánc rendszerről egyedülállóan a világon. Ja igen, tehát például ugye, ha ingatlanról beszélünk, ugye a tranzakcióknál, tehát amikor a Dubai Land Department, ami ugye a földhivatalnak felel meg, tehát amikor a földhivatal jóvá ír egy, egy adásvételt, ami mondjuk nem egy-két hónap, mint itthon, hanem egy, egy órás folyamat a, a, ez az irodában. Te igen Tehát ez egy egy óra alatt lezajló le folyamat, azt ugye egy ilyen blockchain láncba építi be, tehát azt az adásvételt úgy rögzíti a rendszerében, a blockchain rendszerében, és akkor ez ilyen bomba biztosan ott, ott ö, raktároza van, hogy te valaki XY vett egy ingatlant. Ezt a amúgy még a lakáskiadásnál is, tehát ugye Aha. lakáskiadásnál ugye érdekeltek vagyunk, tehát nekem is fontos például legyen regisztrálni a, 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 az állammal, hogy én ott rakást bérelek, mert ugye például a családomnak a vizumához nekem ez szükséges, mint ö, lakány, tehát bizony, lakcím, ö, igazolásként, uh -huh. ezt fel tudom használni, és ezt is, ezt is ilyen blockchain-nel beépítik. Tehát eléggé próbálják követni a trendeket, és, és kiasználják annak az előnyét, hogy a blokkláncok az elindítja, ami fölkerül a blokkláncra, az onnantól kezdve akkor megmásítatatlan, módosítatatlan, és akkor innentől kezdve egy időbélyeggel ellátva, amikor az oda kerül, ugye mindig visszakezhető így van, így van. a dolog. És ebben abszolút élen jár. Egyedülleg a világon, egyedül ez a... Elsőként, tehát elsőként használják, hogy most már talán valaki lehet, hogy bevezették, lehetséges. elsőként, viszont Biztos. Dubajban, igen. E, jó, előbb említetted itt, említett el itt az ingatlannak kapcsolatos, mert itt a, ezen a csatornán sokszor szoktam beszélni, úgymond így, oké, hogy kriptóról szól az egész, de azért mégis, hogy van egy kriptó portfóliód, akkor lehet, hogy idő után akarsz diversifikálni, több mindenbe fektetni. É, így És így az ingatlan is egyébként egy sikeresebb bika piac végeztével e, sok embernek ugye e, előjöhet, mint, mint ötlet. Tehát, hogyha mondjuk kint szeretnél venni magyarként ingatlant, az milyen feltételekkel megy, hogyan lehet ezt egyáltalán ide kerülni. Igen, tehát az a jót, hogy külföldiként, tehát oda mehetsz te turistaként Dubajba, és az útleveleddel tudsz vásárolni ingatlant. Tehát nem kell semmiféle külön vízum, engedély. Az egyhetes ott ottartózkodásod alatt te akár már tudsz ingatlant venni. Tehát, ugye két fő eladótól tudsz venni, az egyik az építő cégek, tehát az nagyon egyszerű. Az építő cégeknek tudsz banki átutalással is fizetni, tehát ö, egy nap alatt el lehet rendezni mindent, ö, és tehát viszonylag nagy a választék. Jó projektek vannak, van, ami kész van, valami építés alatt. Volt már olyan, ami nem fejeztek be? Tudod, van mindig azért attól félnek, a, hogy építető cég, és utána nem tudom, lelépett. Van késedelem, amúgy, tehát késődelem lehet, de az is bizonyos ö, időintervallumban, tehát fél év, egy év maximum, és utána a büntetés kell fizetni a befektetőknek. Aha. De a másik jó dolog, amiért nem léphetnek le a pénzzel, ö, tehát van ez a RERA, ami egy re, ilyen regulációs, tehát egy, egy olyan Szabályozás. szabályozási ö, felügyeleti szervezet, ami ö, ezt, tehát például egy olyan cég, tehát egy olyan projektet akar értékesíteni a cég, ami nincs kész 80%-ig, akkor köteles egy escrow megbízotti számlát nyitni, ami nem az ő hatásköre alatt van. Tehát, hogyha az építő cég nem tud hozzáférni, az nem az tud pénze hozzáférni, nem Így oldal. van. Tehát a, be, a bejövő utalások ugye arra a számlára jönnek, ezt a, ezt a RERA felügyeli, uh -huh. és a cég nem jön ez a pénzhez hozzá, ez az ő pénze. De az építés befejezése után egy évvel kapja meg csak száz százalékban. Egy évvel ráadásul. Igen, mert szóval. ugye vannak ilyen defektek, tehát hogyha még valamit találnak, ami esetleg nem. nem. Az, ami kijön egy év alatt az ingatlanul, hogy ezt még rendbe kéne Igen, hozni. Igen, tehát ugye az nem. még egy nyomás rájuk, hogy ugye, op, ezt még nem valami kis hiba történt, Aha. és akkor még nem kapja meg a pénzt, amíg ez ugye ebben nincs fejezve. Szóval az egész jó, tehát aki ott kint ilyen formában vállalkozik, nagy cég és, és épített, és mondjuk te azon keresztül akarsz, amit venni. Aránylag nem kell félned attól, hogy a pénzed ott el nem fog tűnni, mert nem úgy, mint Magyarországon, de ott így be van biztosítva, és nem tudnak hozzáférni. Így van, de, de nem. Tehát ö, az építés előhaladtával bizonyos mértékben, ugye, szivárogtatnak ki a számláró pénzt nekik, tehát használhatják, de például már maga a földterületet is a saját pénzből kell megvenniük. Tehát. Ö, nem arra a pénzre számolnak, amit a befektetők annak, uh -huh. az nekik csak egy biztosíték, hogy már tegyük fel a 80%-a már el van adva az ingatlannak. és ugye mindenki tartja magát, hogy általában fizetési tervek is vannak, tehát nem is azon, hogy 100%-ot le kell rakni, uh -huh. hanem van egy bizony fizetési terv, ami akár lehet az is, hogy az átadás után még kihúzódik egy-két évig, tehát uh -huh. olyan, is, olyan is van, projektje válogatja, hogy ki meg mi fér bele, hogy, hogy igen. csábítsa az embereket. Így van, tehát hogy mennyire akarja, csá... igen, ez csábítás végén is. Mennyire van az, vannak olyan projektek, ahol mondjuk hiába van pénzed, de esélyed nincs bekerülni, hogy ott vegyél, mert annyira prémium, és valahol meg csábítani kell. Ez így, ez, így igaz. Tehát, ez, így, ez így igaz, tehát volt olyan vásárlásom, hogy sorban álltam, a, a, tehát ugye Dubajban, hogy a csekkek azon nagyon, e, tehát csorbáltam a csekkel, ott voltam a kezemben, a befektetőm ugye külföldön volt, és akkor tehát ilyen tokeneket adnak ki, előre kell már regisztrálni, de tehát több száz ügynök ott van, és mondjuk van 130 ingatlan, tehát mm. e, ilyen esetben mondjuk volt olyan, hogy a tehát hogy kis hátszéle be Jó. tudtunk kerülni, Aha. úgy tudtuk biztosítani, de amúgy hm. e, volt már úgy, hogy ott voltam egy csek, és mentem haza is és, és akkor visszaadtam a cseket, hogy köszönöm és szépen. Itt olyanról beszélünk, ami már elkezdődött az építés, ami csak tervrajzon nézegetett. Például ez amiről be, ez tervrajzon volt még csak meg, de olyan helyen volt a városban, am, ami már körbe volt építve, tehát ez már csak egy utolsó földterület uh -huh. és tudták, hogy ezen nem lehet mellé nyúlni, és örült nagy volt a kereslet. Viszont van, tehát projektje válogatja, mert ahol meg kicsit több a kínálat, ott ugye több idő betelik, míg eladják, a... tehát akkor akár pár hónapban is beletelhet, de azért azt kell mondjam, hogy gyorsabb, tehát az ingatlan piac elég gyors, tehát azért ha... Mi az átlag, hogyha a föld, tehát akár mint ők, vagy pedig mint magán személy földobsz egy ingatlant, egy átlagot, hogy biztos? Tehát egy átlagos eladás, így ártól függ, tehát mennyi az, a, Jó, a, a piachoz képest mennyire van belőle az ja, Hogyha, ha normál áron Tehát a Szerintem piac... egy hónap alatt el lehet adni. Tehát okay. ha tényleg normál áron van, és olyan, tehát normális helyen van, mm. akkor, akkor el egy hónap alatt lehet találni egy vevőt, aki normális ajánlatot fog adni, mm. és uh, ugye akkor el. ugye akkor még egy hónap, ugye általában ugye a tranzakció az egynapos, hát gyors, okay. de előtte ugye van egy egy hónapos idő, amikor aláírjuk az adásvételit, és általában egy hónapot adnak az elő, vevőnek és az eladónak is, hogy előkészítse ugye az, az anyagiakat, ugye az építőcégtől kell kérni egy összeférhetetlenségét, amivel ugye kijelenti, hogy nincs semmiféle hátralék az, az eladónak. Tehát azért van egy ilyen kis papírmunka, ami ezt megelőzi, Okay. amire általában szoktak adni egy hónapot, de már volt olyan tranzakcióm, aminél ezt, ami, amin, ezt egy hét alatt le tudtuk rendezni, és akkor utána mentünk az átirásíróra. Ami az a gyors egy órás gyors, gyors, folyamat. Egy gyors folyamat igen. Tehát ez így kész És uh, hogyan látod egyébként uh, itt most a, a kiépülését? Ugye most, ha épp itt van, -e, ide tettem egy direkt egy térképet, ezt hadd osszam meg veletek, mert uh, itt van velem Zoltán, aki egy kicsit tud navigálni. Most ezt ők is tök jól látják, mert megosztottam. Szuper. Már uh, egy kicsit kisebbre megyek, és akkor mondd meg, hogy melyik részére menjek, és uh, ha mondjuk azt akarjuk megnézni itt, hogy uh, hol érdemes nézelődni, és melyik az a terület, ami mondjuk nem is vásárolhatsz, vagy ne is gondolkoz benne, akkor menjünk innen, ö, innen jobbról, ahol, ahol ö, nem annyira tudsz vásárolni, és balra, vagy pedig... Igen, a... tehát Hogy hogyha te nyugodtan, nyugodtan, Jó, tehát ugye kicsit nem tudom, közelebb mehetünk. Aha, erre segítek. Bocsánat, tehát ezzel. így, jó, így szuper. Tehát ugye, ha ezt a részt nézzük, ugye vannak, azt még nem mondtam, hogy tehát vannak ilyen zónák, amit talán hagyományőrzésből, tehát több, többféle okokból, de helyi ö, embereknek hagytak meg. Tehát például ha. 2002 előtt külföldi ember nem is vehetett ingatlan Dubájban, de 2002 után megnyitották a nyugat, meg hát kelet, uh -huh. tehát a külföldiek számára a, a, az ingatlan piacot, és akkor kijelöltek ilyen különböző zónákat. Tehát ha itt megnézzük a tengerparti zónát, uh -huh. itt főleg ilyen villák vannak, tehát ilyen régi vagy felújított, ugye, de tehát ez egy olyan, olyan terület, amit még Dubaj fellendülése előtt is már laktak. Tehát itt laknak a helyiek, itt ö, ugye nem tudunk mi ingatlant vásárolni, itt tudunk ingatlant bérelni, Aha. tehát azért nincs az, hogy te külföldiken nem lakadsz itt, mert nagyon sok helyi, nek több villája van, és kiadja a villáját, de nem vásárolhatsz. Viszont ugye van... Vannak... Ha, ha már itt egy nagyságrendi, tudom, hogy négyzetmétertől függ, vagy nem tudom, hogy, milyen, milyen például, mert itt a tengerezni, a legdrágább mindig. Ahol... Igen. Miről beszélünk, ha valaki ott egy ilyen átlag villát? Átlag vill. hát, hát jó. Szem, ja, hát az a tengerparton mondjuk villák a a pálmán vannak, Aha. tehát ugye itt, itt vannak a pálma leveleken Igen. vannak ugye a villák. ez például érdekességként mondom, 2004 mikor adták el az építés alatt, és mi nem volt ott a villa, Tehát, akkor olyan, igen, két-két és fél millió dirhamért adták a, a, az alapvillákat, uh -huh. a, négy, a, négy, szobásokat mondjuk, onnan most egy olyan villát márciusban 15 millió dirhamért adtam el. Tehát, Tehát 250 millió forint indultunk nagyjából, és, és másfél más milliárd, dróg. igen, az évek alatt. Persze ugye ez, ez azért ez, 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 ez tehát most 2022-ről van szó. Tehát Jó, az... eltelt egy pár év. De eltelt akkor egy is. pár év, de, de azért ugye mivel ez olyan hely területen van, ami... ami tehát a, van... Azt, azt el tudod mondani, ez a másfél milliárdos, ez, ez így nagyjából mit képzeljek ott el így méretben, négyzetméterben? Jó, egy tehát egy... egy a, 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 földterület méret, az, tehát nézetlába beszélünk, de az tízes változszámmal, tehát egy olyan 600 négyzetméteres ö, földterületre, egy ilyen 500 négyzetméteres négyszobás villát. Szinte maga el. az egész villa a ne, mert meg kétszintes. A... Szintes, ugye, tehát, két ja, szintes, hogy értem, úgy, oké okay. tehát úgy, hogy a két szintet összeszámolva, tehát ugye a, uh -huh. kb. a felét foglalja el, és akkor ugye ennél a villánál volt egy ilyen infinity ösz, medence, volt egy kis jacuzzi rész, és akkor le, lépcsőn lemész a tengerpartra, és akkor ott Például ott van a kajakod, és akkor nekem is van olyan vevőm, akivel szoktunk menni kajakozni néha, hogy akkor megyek hozzájuk, és akkor most jó idő van. beszélgettek a kajakban. Igen, és akkor kajakozunk egyet, és meg megtárgyaljuk, hogy mi a helyzet. Nem minden héten, de volt már egy precedens, persze. Tehát az a Pálma-sziget, ez egy eléggé premium, de ugye itt van például a... A, vagy, na, itt van, bocsánat, beugrálnak. Tehát itt van ez a Blue Water Island, uh -huh. itt ugye van a világ legnagyobb óriás kereke, itt van ugye a Marina, a, a, a JBR, tehát ez is egy nagyon prémium rész, akkor ugye ami, ez a, ez a rész, ez a partszakasz ugye ez a helyeknek van Igen, lefoglalva, de akkor itt van ugye a Burj Khalifa, itt van a Dubai Mall, tehát ez a Downtown Business Bay, ez az egy nagyon jobba. nagyon komoly szépen. rész. Igen, akkor itt van egy még kisebb projekt, ugye a, a Lamer, ami egy, ami egy érdekes... Eh, bocsánat, ez a Bulgari Island, de itt van, mm. itt van a Lamer. Mm -hmm. Tehát itt épül egy, egy... Itt van egy nagyon jó projekt. Akkor még, amit érdekességként mondok, tehát egy új városrész, yeah. az a Dubai Creek. Tehát itt építenek, egy, ha megnézed a Google Map térképen, látsz egy nagy kör alakú mint egy alap alapot. Tehát az okay. például ott építik majd a világ legmagasabb tornyát, ami nem yeah. ö, olyan, tehát ez, ez egy ilyen observatórium lesz. Tehát nem arra fog szolgálni, hogy valaki ott lakjon, hanem Életem. az emberek majd fölmehetnek, és ez az a Krik Tower, ugye most ugye ez a neve, ha majd elkészül egy... Tehát az lesz majd a legmagasabb, ugye most még legmagasabb a... legmagasabb építmény fán, lesz. Most építenek valahol Szingapur, vagy hol, ahol most... Hát meg mondjához. a szaudiak is építenek, igen. de... De, hogy de ők ez már még... Ezt, még ha megépítik, de ugye... Hát az ez egy kilométer fölötti magas. Igen, elvileg, de ugye most még csak a földszintén ne, ne vagyunk. De azt kell tudni, hogy kb. az alap is olyan 70 méter mély... Tehát az alap és a 7 méter mér, tehát meg, az alap... Mi, mi a terv? Tehát, hogy kinőtte egy, egy ilyen átlag projektet, és most nyilván nem erre a magas épületről beszél, de minden magas itt ami úgy épül. amikor azt mondja egy, egy ilyen építető, hogy akkor belevágunk és fölhúzzuk, és akkor utána majd átadjuk. Egy ilyen, miről beszélünk? Hát, tehát egy hány év alatt? Éve év, ja, évek, tehát ö, minél magasabb, annál tovább tart, tehát, mentor, ő, tehát, tehát annál nehezebb, de egy olyan 3-4 év, tehát hogyha most három, megkérdeztük, hogy 3-4 ah, év alatt egy egy 50 emeletet simán fölhúznak azért. Tehát, tehát De, de azzal lehet számolni, hogyha így a, tere, a, a veszed meg, vagy az, a, akkor, akkor viszont... Három-négy évvel lehet számolni. Benne. Igen, igen. Tehát, Ekkor viszont, ha befektetésnek nézze, érdemes egyébként, mennyivel jutsz olcsóban hozzá e, egy ilyenhez, vagy inkább azt mondod, hogy veszel hogy már kész van, és már mondjuk termel neked? Hát igen, ez egy jó kérdés. Tehát ugye jó meg kell nézni, hogyha ha, ha csak téri, ha papíron csak veszük, ugye off, off plannek mondják mm -hmm. ott. Jó, meg kell nézni, hogy hol veszük, de de azért általában ez bejön. Tehát ö, általában azért ö, talán még kicsivel többet is kap az ember, mint a a, a, bevé, mint a kiadás mint a három belepekkel? év alatt. Úgyért nem úgy, mint amit mondjuk, a veszel egy kész ingatlant, Igen. és a három év alatt, amit vársz, hogy mennyit termel az, ugye mm -hmm. úgymond uh, ki, uh, ki? kiadás Mennyi kiadás ki? során. Tehát általában azért ez, ez behozza úgy... Mert a, hogy annyira értékelődik föl, a tőke felértékelődés, igen. Általában behozza, ha. van ön eset, hogy nem, tehát ugye meg kell nézni, hogy mi a trend. Tehát most azért a, a villák is, meg a, 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 ezek a társasházak, úgy, nem, nem társasházak, tánházok, -ok, tehát az ilyen kis Ikerházak, igen. Ike, tehát ilyen, vagy össze egy két villa van egybeépítve. Tehát ezek például vannak projektek, amik például itt vannak, most így, még rajtunk a térképen. Bet, tehát uh, az Arabia Ranchies, várjunk meg kicsit messze, hogy kicsit kicsit, kicsit menjünk közelebb, és akkor köszönöm szépen. A... Jó, így jó. Így, így tökéletes, jövőt, igen. Így tehát, hogyha itt vagyunk, akkor ugye van az Arabian Ranchis 2, itt van a Damak tehát itt van egy ilyen golf, a Trump. a trend kezd abban azért, hogy, hogy a felhőkarcóktól el egy picit ezekben. Hát, igen, egyből a... kicsit a Covid talán rásegített, tehát azért... Nem mindenki a... egy klímaberendezés függön <laughs> <laughs> igen, tehát az, meg azért tehát a nyár nyarat kivéve azért lehet kint szabadban is lenni, tehát azért az, hogy van egy kis kertje az embernek, meg ugye a családosoknak, azért az nagyon sokat segít. Tehát vannak ilyen kis projektek, úgy kell elképzelni őket, hogy ilyen kis önellátó kis városrész, van biztonsági őr, kis kapuval, Aha. és akkor ott bent van egy kis szupermarket, vannak még gyorséttermek, a manikűr, pedikűr, iskolák, van például a Dubai Hills, ami, bocsánat, Dubai Hills az... GBC, na várjunk csak, itt lesz, itt van Dubai Hills, igen, tehát ez a Dubai Hills Á, van rész. Tehát például a Dubai Hillsnél van nekik, a King's College-nek ugye van iskola, de van, van kórházuk is. Tehát magán a, a projekten belül ott egy kórház. Tehát Teljesen önállát, egy kis, kis, és például, ha valaki volt a Mall of the ahol a 500 méteres sípája is van, okay. annak megfelelő nagyságú a Dubai Hills Mall az itt van, tehát ezt nemrég adták át, és akkor az egy óriási nagy mall, van benne mi az hullámvasút is, azt még nem próbáltam ki például, de tehát óriási nagy bevásárló Sőnöm, központok. A belül van a hullámvasút. Igen, ez hát ez nem is. olyan nagy, de, de van, tehát de elég van. Ijesztő, ijesztő, Tehát már mind a fölülni rá. Tehát azért vannak ilyen kis projektek, tehát itt is azért van úgymond kereslet, mert az emberek azért, tehát ez éle, éles függ, hogy te most egy egyedülálló vagy, szeretsz a város, tehát szeretsz... Igen, ugye, e élni, igen, az, 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 más, más életforma, de ha van már egy családod, és szeretnél egy kicsit mondjuk hétvégénként kijönni a havarokkal, a fölfújható merencébe akár, vagy, vagy a saját menci, vagy kis grillezni egyet, akkor kell azért, hogy legyen egy kis hát, hátsó a része. Itt ezen a területen Igen? a homok az mennyire zavaró. Tehát uh. Uh, tudod, úgy, mert azt el tudom képzelni, hogy városban az épületeknél lehet, hogy nem teljesen ugyanaz. Hát, de a, mikor... ha fúj a szél mindenhol. Jó. Tehát van, van, homokvihar, ugye az főleg nyáron, hát kemény szokott lenni. Tehát a homokviharban nem rakjuk ki a ruhákat. Tehát, <laughs> van, hogy fölim a feleségemet, hogy jön a homokvihar, ha van én valami mert moshatjuk újra. Tehát, és ez főleg te nyár az abszolút nem tűnik egy favorit. Nem. Szaknak. Hát Nagyon öm, meleg van. Ki lehet bírni, tehát ugye a Covid alatt mi is ott voltunk, ugye rá voltunk kényszerűen, nem halálos, ki lehet bírni. Jó, túl értétek, de nem komfortos. De amilyen. nem komfortos. Tehát ha tudok választani, hogy mondjuk Magyarországon legyek vagy ott, a nyár alatt, a, vagy bárhol máshol a világon, ahol, ahol <laughs> nincs a meleg, ahhoz kap mindegy, csak menjünk. Akkor inkább ott lennék a, nyár, a, nyárra például. Tehát ezt így, ezt így tudom Oké, okay, szuper. Szóval akkor láttunk egy kicsi betekintést abba, hogy, hogy, hogy milyen. E, hogyan haladnak egyébként ezek az, az úgy, ugye itt a második ilyen pám, nem tudom, te jobban tudod, hogy <coughs> mindegy, én csak a képre mondom a másik pámát, meg ez, ez a World Continents című történet is egy elég érdekes dolog. I igen. És akkor nézel róla felvételeket, az ott tart, hogy hát igazából így most laikusként nézve, kicsit sehol. De hogy ők már lehet, hogy látják a fényt az alagút végén, csak. Hát igen, tehát a Pálma, a, Palma, a Jebel Ali, Palm palm Jebelali, az egy nagyon jó projekt lesz. tehát Szerintem mindenki. Ugye a nagy. Aha. Igen, tehát mindenki, aki akinek, megenged, akinek van ingatlanja a, a kicsi Pálmám, mert Aha. ugye másfélszer nagyobb lesz körülbelül, az biztos, hogy a tőke miatt, amit tapasztalt, biztos, hogy fog venni, ha megengedheti magának hát. ott. Tehát szerintem arra a kereset, hogy ugye hozzá van kapcsolva a szárazföldhöz, tehát egyszerű a hozzáférés, ez egy nagyon jó projekt lesz, ha majd elkezdik eladni. Tehát biztos, hogy vinni fogják. Itt még semmi nincs értékes, és itt még Nincs, több nincs, Aha, meg nincs. Érte. Tehát tervek vannak, ugye a Nakil, ugye ő, ő építi, tehát valószínű, ő valószínűleg ő neki lesz a ha csak nem ugye elad majd földterleteket, és más építő cégek is Aha. ugye fölhúznak rá, de ugye a Nakil szerintem azért az elején az elsőséget ő fogja élvezni. Ők fogják itt ugye elkezdeni az, az aladogatást. Biztos, hogy sorbálás lesz, tehát ez, ez, ez biztos, ebben biztos vagyok. Azért szerintem lehet majd hozzájutni időben, mert ez akkora, nem? Vagy nincs. Ez Biz, a csod... tehát azért biztos, hogy hozzá a, a lehet. Hely, első helyeket mondjuk lefoglalják. Tehát sorban állás lesz mondjuk a négy szobásokért, vagy a kisebb. Aha. Tehát ami, tehát ami itt könnyebben megvehető. Igen, könnyebben már megbetet, Igen, tehát a, Természetesen Dubajban is ugye az ilyen kisebb tehát a stúdió egy szobások azok mennek el leghamarabb uh -huh. a társasházak vagyis hát az ilyen kis ö, ikerházakban is mondjuk a háromszobás meg fog elmenni leghamarabb ha van. Utána négy tehát ez, ez általában megfigyelhető de szerintem bárhol. A másik ugye ez a World Island úgy hívjuk úgy, úgy hívják. Igen. Tehát ugye itt ha látod ugye már itt is van tehát a rámész az anantárának már van ott és láthatjuk egy éjszaka az ilyen 300 ezer forint majdnem. Tehát ö, ott már ugye, tudunk éjszakázni, tehát ott van egy kis resort, ami, ami működik. Uh -huh. ugye, annyi a dolog, hogy ugye én már háromszor voltam ezen a szigeten, tehát ez egy jó 20 perc, 20 ha jó, perces hajóút. Hajó és ugye például a kikötőből onnan mentünk ki, ott vinik el egy kis személymet és mutatni a kikötő őr, ott volt egy ilyen rendőr, és mutatni kellett, hogy hányan lépünk ki, hányan lépünk be. Tehát hogy azért egy ilyen kis ellenőrző procedúrán megy át az ember, hogy oda eljusson. A, ugye, ami projekt, ami van, ahol az ember tud ingatlant venni, az a, az a, World, az a Heart of Europe. Tehát van egy építő építőcég, ausztriai gyökerekkel, és uh, Heart of Europe több Az a lényeg üdülési jogféleségnek? Ne, nem, nem, tehát nem, nem olyan. Tehát Jaj. ő rendesen annak. Na most akkor, el, tehát van több konceptjük ott. Okay. Tehát tudsz venni olyan világot, ami a vízre néz, olyan, mint a, a, a például a pálmán, uh -huh. de mondjuk azért a villáért 30 milliót kérnek el. Tehát, tehát, igen, tehát 3 milliárd forint körülbelül. A, a, tehát nagy beszélünk. Van ott például Palota, a Sweden Palace, tehát ami, amit ilyen show, apar, show villának is, vagy show bemutatóteremnek, bemutatóteremnek. vagy bármelyek, tehát egy többszintes kis ö, ö, palota uh -huh. végül is. Tehát az ilyen közel 100 millió dirhamos most összeg, tehát ilyen 10 milliárd forintos ö, történet de tehát, ott, tehát elég komoly. ilyen is van. Akkor például vannak olyan opciók, hogy vehetsz lebegő, tehát a seahorse hívják, tehát az, a, az, a, az az, ilyen végül is, gyakorlatilag ez egy hajó, ami le van fixálva a mederhez, kis mesterséges korall építettek köré, hogy oda vonzzák a halakat, uh -huh. és akkor a nappal ide a, föld, a, fő, a, víz felett van, a hálószobát pedig a víz alatt, és akkor elhúzod a függönyt, akkor az ágyikóból nézted a halacskákat, hogy úszkálnak. Viszont ez egy hajó. Tehát gyakorlatilag tehát pár, ez is tizenpár pár millió dirham, és gyakorlatilag vesz egy hajót. Uh -huh. Tehát én akkor már inkább egy vitolás fennék, tudok haladni. Viszont itt ugye ennek nem az a koncepciója, itt az a lényeg, hogy ők egy ilyen rizortot csinálnak ebből, egy ilyen honeymoonos rizort, tehát ilyen nászutas rizortot, és akkor ha ott veszel egy ilyet, akkor kb évente két hetet tölthetsz csak rajta, és a többi, az idő többi részében ugye ez neked fog bevételt generálni, mivel ez egy... egy, egy szóval végül is befektetés. egy befektetés is végül is, igen. Jó. Tehát Aha. ilyen opciók vannak, akkor vannak ott kisebb hotelok ugyanezen a szigeten, tehát itt eb, eb, ebben hmm. a projektben. Ebben a, a, a mégis tudsz venni egy kis szobát, és akkor ott is ugyanúgy kb. tölthetsz ott két hetet, egy évben és a többi az év hátraló részében termelni fogja neked és ugye az üzemeltetőnek a bevételt tehát ilyen ilyen opciók is vannak. Én azt mondom hogy örült jó ötlet tehát szerintem szerintem nagyon jó ötlet de még nincs. Tehát tehát ugye ez még kellene mi több menetrendszeri a vízi taxi. Tehát még azért nincs kiforva. Tehát azt mondom, hogy tehát aki Dubájba megy és megengedheti, az biztos szeretne ott tölteni egy éjszakát, vagy egy pár éjszakát. Tehát mindig lesz, lesz ugye folyamatos utánpótlás. Ugye Dubája a harmadik leglátogatottabb város a, a, jelenleg a világon. Tehát London, Párizs, van előtt, Párizs New, York, New, York, New York, Hongkong még előtte volt, de azt hiszem, Aha, ne nem, ne. bocsánat, nem Hongkong. Tájföld, bankok bangkok. Bangkok. bangkok megelőzte, de azt hiszem, hogy most már Dubáj az tehát szóval sokan jönnek, tehát a szóval. harmadik a város, tehát, tehát van azért turizmus, tehát a hotel-hotel hotel az eléggé elég erős. Tehát szerintem jó, de jelenleg még, még azért nem olyan nincs kiforva. Szóval az ez a, a jövő zenéje mindenképpen, mindenképpen lehet. Mm. Még Azt néztem, hogy miket Ja igen, de kicsit beszünk arról, hogy a, ha, ha mondjuk ingatlanba fektetsz, most mindegy, hogy most ezt készpénzből, kriptóval vetted, vagy hogy csináltad, tehát hogy milyen profitot lehet ebből, hogyha mondjuk hosszú távra adod ki, vagy mondjuk Airbnb-szeted. Igen, tehát hosszú távra egy, egy fix 5-6%-ot tud nekünk az ingatlan termelni, mm -hmm rövid távon, ez valamivel több, tehát ez 8-10 százalék. Tehát attól függ ugye, hogy kibér, tehát felbérünk egy céget, aki mm. majd nekünk ezt csinálja, és mi... Gondolom, ez a bevet, hiszen ott a többsége nem veszély. Megbeszi... Többsége, de van volt már olyan bevőm, aki vett, és ők maguknak intézik például, Aha. tehát. Ha ráír, akkor igen, kérdez, tehát, ha ott él, és akkor... Időben nem és mondjuk nincs 50 ingatlanja, hanem mondjuk van, mondjuk három vagy kettő, akkor azt még lehet, lehet, lehet csinálni, mm. attól függ, de nagy, nagy többsége ezt kiadja, 80 ot lehet hozni, ugye havonta van a kifizetés. Például beszéltem magyar befektetővel is, nem olyan, hogy most egy évre aláírsz egy szerződést, és nem tudsz belőle kilépni, mint például itt Budapesten panaszkodott nekem az egyik Aha, befektető, jó egy hónap felmondás idő, ha nem vagy megelégedve a céggel, bármilyen oknál fogva, egy hónap múlva kereshetsz egy új céget, aki okay, menedzseli neked. minimum egy évet válasz, hanem, hanem akkor ilyen szempontból lehet. Jó, ez egy a... szempont, hogy jó a piacon, mert akkor mindenki igyekszik, hogy megfeleljen. Igen, mert igen bármikor válthattak. És kiadni is egyébként jelen pillanatban könnyű, mert az eladás, beszéltük, hogy akár egy-két hónap alatt kipörögnek a jobbak. Tehát a kiadás is olyan. Kiadás is gyors, tehát, hogyha... Mi jól... a legjobban kiadható stúdió? Is. Természetesen, igen, tehát a egy szobás stúdió, egy szobás, két szobás, az könnyebben apartmanokból. De ha, ha, pedig villák, vagy ugye ilyen, ilyen kis családi házakról beszélünk, akkor pedig ugye általában két szobás nagyon ritka, a csári házakból, de van, tehát ugye az, az persze nagyon hamar, háromszobások, négy szobások az, amit könnyen kiad. Szerintem szóval is ott is azt nézni, hogy ha a kiadás könnyebbségét nézzük, akkor a, a kisebb méret felé, mert nem csak az, hogy te veszed meg olcsóbban. Mi az a te azt mondanál, hogy mondjuk már annyiért lehet kint mondjuk apartmant venni, befektetésnek, és ez még nem is lenne egy rossz. Tehát, hogy árkategóriában, tehát van, tudjuk, a magyar ingatlanárk is már elrugaszkodtak, de hogy például ez, ez, ez hova tennéd mondjuk Dubajban? Tehát egy olyan, tehát tudsz találni kis stúdiót olyan kicsit félresőbb részben, mondjuk ilyen 4-500 ezer dirhamért, mondjuk tehát 50 millió forint. 50 millió forint, ami igen, simán Budapesten egy kis igen, lakás ugyanígy. De az mondjuk nem egy központi, Aha. de ha egy jobb... Tehát, hogyha Te az megérheti az, hogy... megvenni? Tehát megérheti, mert Tehát arányában ugyanúgy, tehát rövid távon mondjuk annyi, annyira talán nem lesz kellendő, tehát minél közelebb vagyunk, tehát azt mondom, hogy a rövid táv azért legyen közelebb a vízhez, tehát nem azt mondom, hogy a vízparton, de tehát... Az mit mondasz, hogy a, ha rövid, itt van ez az út, amit én most nem tudtad, hogy verik, Nem jó, lehet, hogy... Igen, tehát ezt nézzük, ez, a I, 11 Ugye a Segzeidról, tehát ettől, legyen a tenger, ettől legyen a tenger felé a történet. abban a kis szakaszban, amit ott látunk. Igen, mondjuk itt ugye itt van a tehát mondjuk például maga, tehát például itt van a Downtown, meg a Business Bay, ez például még, még simán, ez még simán belefér. Sőt, a méden is, mert tehát itt például van egy lóversenypálya, vannak luxushotelek, klubok. Tehát, tehát, ott egy kicsit fölfel lehet jönni. igen, itt egy kicsit de erre. Itt érdemesebb tehát a itt, lenten. itt azt mondom, igen, de, de mégis autót bérelni nagyon egyszerű. Tehát még ha a bejebb vesz is az ember, meg ha azt veszük, hogy tehát ha az azért családok is utaznak, a családok meg azért lehet, hogy inkább egy, egy villát vennének ki, és a, azt például bármelyik villa projektben is, itt a Dubai Hillsben is ki lehet venni. Tehát, de azt mondom, hogy hogy én, én én jobban fokuszálnék, ha ha rövid távú kiadásra, akkor a JBR, Marina, Palma, hmm. akkor itt a. Jó, downtown. a is ki tudsz adni, mert már valaki ott szeretne lakni. Igen, tehát, tehát ugye. Tehát az, az, az akkor mind a kettőnek egy kicsit Tehát jó, csak még nem a nagy családos. Tehát megmondasz. ugye itt épül egy új repülőtér, tehát hogy mondjam. ugye de... készen is van, tehát nem az, hogy épül, én már landoltam is itt. Itt van ugye a, az expo, az expo-nek itt volt ugye a, a rendezvény, és Aha. itt van a repülőtér, itt van a, yeah, itt van okay. a repülőtér. Yeah, tehát például is. a Dubai South, meg itt a repülőtér. Tehát itt is vannak projektek. Ha most itt veszel valamit, eléggé kiesik, de sok ember él itt, mert a Jebel Ali szabadzóna az itt van, itt van a Jebel Ali kikötő, tehát az hozzá kell venni, hogy például a kínaiak Dubájt is beleveszik ebbe az egy One Belt One Road. Tehát ugye az új sejmútjukat, amit építenek, uh -huh ugye próbálják elérni Európát, a Dubái is beleszvették, tehát elég nagy befektetéseket csinálnak a kínaiak Dubájban az ilyen trading, tehát árucik mozgatás szempontjából. Tehát itt a repülőtér, ugye ez fontos, és itt a kikötő. Tehát itt nagyon sok nemzetközi cég van, nagyon sok vezető van, és akinek mondjuk itt van például a dolga, az nem biztos, hogy be akar autózni a városba. Itt is vannak vilaprojektek, mm -hmm és nagyon szép kis vilákat lehet. Oké, hogy a Sivatagban vagy, de azon kívül ott bent van, tehát vannak azért parkok a, a kis városrészeken belül, és teljesen jó életvitelt, életet lehet ott élni. Tehát ő neki például biztos, hogy ők itt fognak vásárolni, vagy bérelni. Tehát azért olyan nagyon rossz hely nincs Dubájban, a, százalékokat körülbelül mindenhol azért tud, tudja hogy hát Az mindenki mindenhol akkor tudja. De visszatérve, tehát ez 4 dirhamtól, dirhamtól, millió forinttól, azért egy jó helyen, mondjuk egy garzonlakás, az a stúdió, uh -huh. mondjuk ez egy 8-900 ezer. 80-90 millió. Forint? Igen, az egy szobás, meg ami, ami tényleg jó, az olyan 1,3-1,4 millió dirham. Tehát mondjuk ott az egy nagyon picit, tehát 78 80 négyzetméterről beszélhetünk simán, egy, egy, egy jó, egy, egy, Az egyébként nagy egy szobásnak számít Magyarországon, tehát ott nem látszik. Bár vannak, te. tehát vannak olyan projektek, ahol úgy adják el az egy mondjuk a Dubai, tehát például a Dubai hills ott a ilyen befektetői projekt, befektető épület, ott egy szobásnak mondják, de végül is ez egy garzonlakás méretű, Hű. mondjuk 50 négyzetméter, vagy kevesebb, és akkor tesznek bele egy ilyen elválasztást, tehát stúdióként mégis egy stúdió lakás, Értem. de tesznek bele egy üvegfalat, vagy valamit, és akkor már rám mondják, hogy egy szobás. Tehát azért meg kell nézni, hogy mit veszünk, de egy jó egy szobásot már egész három-négyért már lehet venni, és, és ott. És az már az, mert igazából ezt akkor kitermeli Igen. a hosszú távon a 4-5 százalékát évesen, vagy pedig 8-10 százalékát. Mennyit vesznek le egy ilyen közvetítő ügynökség mondjuk? Igen, tehát átlagban? ha, ha most csak kiadásról van Igen. szó, tehát én, én ugye mi hosszú távú kiadást csinálunk, tehát 5%-ot mi kérünk a, a, az albérlőtől. Uh -huh. Ha nem kérik azt, hogy menedzseljük az egész évben át, akkor nem kérünk pénzt a tulajdonostól. 5%-ot azért, hogy megszereztétek az albérlőt? Igen, de az albérlőtől? De albérlőtől. Től, Tehát a tulajdonostól nem. A tulajdonostól ha, nem ha azt okay. kéri a tulajdonos, hogy egész évben át ugye felügyeljük az ingatlant, akkor tőle is 5%-ot kérünk az, ingat, az egyéves ingatlan ára, a bérleti díjból. díjból. De azt nem előre kérjük mi hozzuk ott az albérlőt, és Igen. amint megvan írva a szerződés, abból az adja az 5 százalékot. Az. Tehát az nem az... zsebből kell adni. van de, 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 akkor, hogyha mondtad, hogy akár két hónap múlva kiköltözhet onnan, ugye nincs az egy év, akkor, ö... akkor is az egy évet kifizette az ember? Ja, tehát, ö, tehát ugye ez ö, attól függ, hogy mit írunk a szerződésbe. Hmm. Tehát ö, általában ö, két, tegyük, ad két hónap határidőt, és még mondjuk tegyük egy vagy két hónap büntetést is kell fizetnie. Tehát Ilyen. ez kiadásnál, uh -huh. például, hogyha el akar menni az albérlőnk, De ha már ott két hónap határidőt már közben el lehet kezdeni keresni a bérlőt. Tehát Esze. sokszor csináltam hogy lakásnézés kiadásra adásra, hogy ott ott még az a lakó, és akkor úgy Covid alatt egy kicsit ez problémás volt, uh -huh. de ez egy teljesen befejezett. Tehát olyan sok kieső, nagyon üresen nem fog menni az ingatlan. És amikor te azt mondjátok, hogy kezelitek az ingatlant, az Igen. azt jelenti, hogy konkrétan a tulaj a másik országban hátradőlhet, és csak nézi a bankszámláján a pénzt? Vagy, vagy Igen. Ilyen. Igen, tegyük fel. Tehát ez jelenti, hogyha van valamilyen karbantartási probléma, azt ugye nem mi fizetjük az 5%-ból, tehát azt a, a tulajdonosnak De elintézitek. elintézitek, az hogy a mosógép elromlott, és akkor ti ebbe segítetek. Igen. És akkor neki adunk, kell... adunk neki mondjuk három ajánlatot, vagy esetleg azt mondja, hogy ő neki nem tetszik, és akkor azt mondja, hogy ezt vegyétek meg, akkor megösszük igen, és jó, akkor, akkor az ő pénzéből igen. Tehát a, ez benne van abban, hogy így tehát a, a, a ki vagytok így fizetve, hogy ennyiért megcsináljátok nekik, de a költség, amivel az jár, azt ő fizeti, de benne igen. van a szolgáltatás be ez, hogyha nem tudom én, ez van azon beázáson vármék. Igen, hiva például a, 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 az abérlő hogy valami folyik, akkor kiküldünk valakit. Akkor kiküldtetek, tehát tehátok Jó, oké, hát ez egy, egy fontos dolog. Um, Szerintem itt már nagyon sok mindenről beszéltünk, még arról egy kicsit mesélj nekem, hogy te hogyan látod Dubajt 5-10 év múlva? Tehát itt egy gigászi fejlődés van, úgy néz ki, hogy nem nagyon lassítanak a tempon. Mennyire érinti őket a jelenlegi gazdasági helyzet? Ugye egy, egy ilyen válogatott réteg van egy kicsit ott, hogy a sok pénzes külföldi oda ment. Te hogyan érzed azt, hogy az or a világban most kihat akár az Egyesült Államokra, akár bárhova, szinte most mindenre mondhatjuk azt, Dubaj, ez mennyire érzi meg ezt a mostani gyengeséget? Hát, tehát végül is azt nézzük, a dollár az elég jól az euróz képes. Tehát ugye nekik a, a, a pénznemük az a dollárhoz van peggelve, 97 az. óta, uh -huh. tehát ugye az, 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 az amerikaiaknak is érdekük, hogy fix áron, vagy árfolyamon tudják venni az olajat. Most ugye Dubajnak nagyon nincs nagy olajtartaléka, de az Emirátusnak van, és ugye az olajárak fölmentek, tehát ez, azt kell mondjam, hogy a konfliktus pozitívan érintett őket. Uh -huh. A másik dolog ugye az, hogy elég sok orosz és ukrán uh, Dubajba hozza a, a menteni valóját. Uh -huh. Tehát uh, az ingatlan piac terén én azt láttam, hogy, hogy tehát elég jó volt ez az év, mégis még jó is, tehát azért uh -huh. várom, hogy visszamenjek, mert uh, tehát pörög, pörög a piac. De ez rámondhatjuk a turizmusra is, tehát uh, de ez ilyen, olyan mint körülbelül, mint a közel a kis Svájca. Szóval ez tehát... egy ilyen menekülő sokak számára, mármint akár, hogyha befektetni akarnak, vagy vagy akár a közbiztonság miatt is mondhatja az, ami nagyon jó Igen, az elég nem. erős. Tehát, tehát igen, azért egy kis stabil pont ott a, a közel-keleten. Ez szóval ezt visszán. a kicsit, ezt a, a idézésen a műanyag feelinget és a forró nyarakat úgy kibekkeli és igen. kibírja, akkor annak, annak lehet ilyen. Tehát azért ott is lehet túrázni, meg kajakozgatni, tehát a strandot, ha szereti, de mondjuk erdőbe szeret túrázni, akkor... <laughs> akkor vagy az, az csináltad az én... egy saját erdőt magának a sivatagban is lesz. Hát vagy fölvesz egy ilyen VR szemüveget, aztán Abszolid. sétál a, a saját szobájában. A, rámegy, igen, rámegy a, a bicikli vagy a biciklizik, és akkor ugye... Hát igen, ez a digitális a jövő szobában, sok, sok minden benne van. Szóval azt látod, hogy az ő következő 5-10 évet akkor... Tehát ami a... tehát ugye ezt itt itt figyelembe vetjük, hogy mit mondanak a vezetők, hmm. nem úgy, mint más országban, tehát a, itt a vezetők azt szeretnék, hogy a tíz év múlva talán a legélhetőbb város legyen dubái tehát ez, hmm. és ugye a, tehát az uralkodó, ugye a, tehát a, majd mikor átadja a fiának a trónját, tehát, tehát úgy van nevelve, az, tehát ez a vonal, tehát ha ő ezt elképzeli, akkor ez végig lesz füve. Tehát, hmm. tehát azt szeretnék elérni, hogy a legélhetőbb város legyen két tíz év múlva, tehát... 30 ra Ugye ez már egy előbbi, terv. Tehát ugye azért vannak kihívások, ugye az, az, éghajlat, eléggé komoly kihívás, de jó úton járnak arra. Tehát azért próbálják, ha van felhő, ugye azt mesterségesen felhővetés is van, tehát kis sorrakétákat lőnek ki bele drónokkal vagy repülővel, tehát próbálnak, próbálják ugye Megélhetővé tenni. Hogy ez mennyire jó, hogy így beleszól az ember ebbe, hogy ez mennyire ez visszafordíthatatlan hát, később. De, de ezen, beleszólnak, igen. De azt igen. látom, hogy beleszólnak. Igen, tehát beleszólnak, ugye próbálják ö, mérsékelni a, a klímájukat. És ö, tehát én úgy látom, hogy abban az irány, ami irányban, amiben mennek, az jó irány. Tehát ez mindenképpen az irány, ami bevonza a külföldieket. Ö, nyitottak a külföldiek. Tehát nagyon nyit, nyitott ország. Aha. tehát. Ö, az jó. Én úgy látom, hogy hogy, tehát ez egy jó irány. Tehát én is hosszú távon ott képzelem el a jövőmet. Persze azért valamiért szinten hiányzik Magyarország, hiányzik a természet. Magyar vagy, persze. Igen, de kompromisszumot kell kötni. Aha, értem. Én arra gondoltam, hogy, hogy szerintem még van egy pár hasznos részemnek dolognak. Itt a Youtube-on már, már nem tudom, már egy ideje beszélgetünk, nem akarom még tovább akar elhúzni ezt az egészet. Viszont. A, szeretnék, a folytatom Zoltánnal beszélgetést a Patreon csoportban, mert úgy gondolom, hogy befektetési ö, szemmel is lehet ebben potenciál, és a Patreon videó pedig arról szól, hogy ténylegesen lépésről lépésre, hogyha te mondjuk például ingatlanba akarsz fektetni, legyen akár mondjuk kriptovalutát, legyen mondjuk akár készpénzed. Mi kell ahhoz, hogyan tudsz mennyi az a minimum, amiért ugye érdemes ö, ott vásárolni, ö, mi az, amiért megkaphatod már, igényelheted az úgymond ilyen rezidens, tehát engedét, azt hogyan lehet hosszabbítani, mik a lépései ennek a folyamatnak lépésről lépésre, tehát pétriósok mindenképpen menjetek föl hamarosan oda is felteszem a Patreon csoportba ezt az új videót, amit a VIP tagsággal tudsz megnézni, mert tudjátok, oda teszem mindig ezeket az exkluzív olyan videókat, amik egy ilyen adott témát jobban kidolgoznak. Itt azért szerettem volna a youtube en egy olyat csinálni, hogy az egészen rávilágít, de akinek konkrétabban, mélyebben érdekli, annak nyilván abszolút megéri oda felmenni. Hát Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon jó volt hallani ezeket a dolgokat tényleg egy olyan embertől, aki ott éli kint az életét, ott dolgozik, és tényleg évek óta benne van, és egy, 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 egy nagy céget képvisel. Szóval szerintem nagyon sok hasznos információt elmondtam. Remélem, hogy hasznosnak találták és tudtam újat mondani. És ide egyébként a, a linkbe én azért be fogom tenni az elérhetőséget, hogyha valaki Köszönöm. azt gondolkozik, hogy 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 megkérdezni, mert tök jó, hogy Dubajban kimész, lehet, hogy, hogy hogy nyelvi problémáid vannak, nem mindenki olyan flottú beszél angolul, viszont akkor Zoltánnal is. Igen, tudsz Szívesen segítek bárkinek beszélni. Ha kérdésetek van ezzel kapcsolatban, nyugodtan megkereshetitek őt és én pedig akkor természetesen jövök vissza, ahogy szoktam holnap a szokásos ugye, hírekkel, kriptós hírekkel. Ha nem vagytok még feliratkozva a csatornára, tegyétek meg, mert látjátok, ilyen videókat is hozok, mert muszáj tényleg úgy nagyban gondolkoznunk, muszáj rálátni a világra, muszáj rálátni a digitális fejlődése azokra az országokra, amik sokkal előrébb tartanak ugye a más országokhoz képest, hogy tudjunk lavírozni ebben az útvesztőben, hogy tényleg olyan befektetéseket tudjunk csinálni, ami a későbbiekben egy olyan párnát ad nekünk, ami megfelelőképpen diversifikálva, ugye átsegít minket a, a nehéz időkön. Szóval még egyszer köszönöm, hogy itt voltál veletek, Köszönöm Sziasztok. A szépen! Sziasztok!